Szevasztok, gyerekek! Újabb videó, régen volt, GoPro remélem a helyén megmarad. És ha már GoPro, akkor vettem egy GoPro-t, mert most már tököm teli volt, hogy mindenkinek van itten a YouTube-on akciókamerája, csak nekem nincs. Valami kis pici, ami csak videózásra termet és jó is. Ezért gondoltam, veszek akkor egy GoPro-t, persze nem újonnan, mert ugye csórélés az folytatódik, egy életen át kell küzdeni. Ezért vettem használtan egy GoPro Hero 5-öt. Az ugye a Black, mert azt hiszem abból más nincs is. És most itt figyelünk ennél a kereszteződésnél, mert itt balról be nem látható. De nem jött semmi, jó. Szóval vettem egy GoPro Hero 5-öt, annak a kamera képét látjuk, az veszi ugye az utat. És... Te mit mi a jakabfaszát akartok amúgy biciklivel egymás mellett amúgy? Ja, hogy ti ott átmentetek az ebrán, nagyszerű. Remélem fog látszódni valami a videóból, mert én most semmit nem látok. GoPro... Hát most egy ilyen GoPro teszt is egyben. Mert... Na, még tényleg nem volt ilyen akciókamerám, az, hogy mit, hogy vesz. Most 1440p-be vesz, 60 fps-sel és wide a... 48 fps-sel és wide a látószög, tehát széles látószög. Van egy kis halszem optika így benne, azt tudom. De azt még ki lehet bírni. Újpestre megyünk amúgy, hogyha nem mondtam volna még, mert nem mondtam. De közben elmegyünk majd kocsit is mosni, mert már nagyon redva az egész. Kocsit mosni és porszívózni. Inkább a porszívózás, mert 600 forint apromban, az meg nem sok. Szóval ki lesz porszívózva most Leon papa. És most indultunk el 14 óra 50-kor innen a háztól. És egészen jó hozzá jutottam ehhez a GoPro-hoz. Mert ilyen 50 ezer forint környékén voltak ezek a GoPro Hero 5-ök. Hármat nem akartam, mert abban nincsen kijelző, azt hiszem a 4-be sincs. Így maradt az 5, és egész jó áron, 40 ezerért megvettem. Annyi, hogy van egy kis sérülése a, ott a lencséjénél, de az nem lóg bele a kamerába. És most én isti megoldással tettem oda, hogy úgy ott van a fejtámla és a ülés közt. De ahogy látom, eléggé stabil, tehát ez innen nem fog szerintem egy könnyen kibudjanni. Ja, igen. Mit akartam? Megy a vonat. Ja igen, mert kollégám, nevezzük nevén, becenevén, álnevén Kersonnak, adott nekem egy GoPro Hero 6-ot, mert én annyit nyavajogtam már bent, hogy kéne valami GoPro kamera, vagy valami esélyekem. És adott a Hero 6-ját, hogy teszteltem. Sokáig nem teszteltem, egyből vettem egy 5-öt, mert volt ez a lehetőség, hogy így eléggé olcsó. De jó, hogy a fejemből most kb. Semmit nem látni, de akkor én meg az utat nem látom. Szóval ez az ősz ilyen. Úgyhogy már 3 óra, és mindjárt lemegy a nap. Nagyon faszom. Előttünk egy idifajta autó látható. Egy 4-es póló, ugye előző kocsi. Volt vele vagy 3-4 videó kb. Ugye azt a párom kapta most meg. Megint a szívás van az az autóval. Szerintem már a vételárnak minimum a felét simán rá lett költve, 600 ezer volt ugye. Szerintem 300 már simán, mert volt veszélyléscsere is benne, jó lófaszos az ablak, várja, tisztítunk. Azt így folyamatosan romlottak el benne a dolgok, most például olyat csinál, hogy időközönként, mondjuk 5 percenként, vagy 10 percenként elkezd 3 hosszú csípolni az autó, és néha még fel is villan ilyen hibalámpa. De jó, hogy kijöttél, te fiú. És akkor így, ezt azt hiszem tegnap előtt jött elő. Mondta nekem, hogy akkor majd menjek vele egy próbakört. Mentem vele ki és próbáltam. Tényleg,
negyed óra alatt vagy kétszer sípolt, de azért, mert beszarít az út, remélem a kamera ott a helyén marad, mert a fék, vagy a fékolaj, vagy a mi ez, hűtőfolyadék kevés. Ahogy megnéztem, abban a csóró autóban már mindkettő kevés, szóval filléres tétel becserélve lesz. Ugye hűtőfolyadék az csak is téli, mehet bele, arra ráöntünk. Fékfolyadékban, nem tudom, hogy rá lehet-e önteni, de abból is veszünk. Az 2000 forintból megvan összesen az egész, és ugye marad még egy csomó is, tehát ha Leonra kell, akkor abba is lesz, de ebben most minden pöpet. Egyedül a fényszórót kellett mostanában állítani a héten. Ugye jönnek a sötétségek, hát 4 órakor már ugye sötét van. És mindkettő nagyon lefele világított, tehát úgy hogy távolra nem nagyon láttam. Ilyen vaküzemmód volt kicsit, elég félelmetes volt. De be lett állítva, most a bal oldali az ugyanúgy a utat veszi, a másik meg így a picsában elvilágít, tehát azzal most lehet azért látni. Meg leszettem a mobilra ezt a Open Camera programot, ami annyiból jó, hogy lehet állítani a bitrátát, ugye, a videónak. Lehet állítani ugye a felbontást, a bitrátát, azt hiszem az FPS számot is. Tehát egy eléggé komplett kamera szoftver, a fehér egyensúly, fény egyensúly, minden, és ingyenes Google Play áruházban van. Tehát tök jó, szerintem simán ki lehet próbálni. Most ugye az előlapi kamerájával veszem, aminek, ahogy látom, a fényei nem a legjobbak, de most ez ilyen. Ez a csatorna folyamatosan fejlődik, és pont azt néztem, hogy hova ment megint ennyi pénzem. Hát minden másra, csak magamra nem, tehát így havonta szeretek legalább egy kis dolgot így venni magamnak, nem csak a kaját meg a csekkeket fizetni, mert azért az kell néha, hogy legyen az embernek egy boldogság hormonja. Na, közben volt egy vágás, mert forgalmi szituációba kerültem, azt nem vagyok én a profi vlogger, hogy ilyen hatalmas forgalmi helyzetekben én még értelmes mondatokat tudjak beszélni. Tehát most itt azon van a hangsúly, hogy vezetünk, és azért valami értelmes dolgot is mondhassak, nem csak az, hogy veszem a tájat, azt esetleg húsolok, mert annak úgy semmi értelme. És ez most ilyen, hogy itt is basszus, mekkora dugó van, nézd meg, amúgy nem sokára odaérünk Vácból, meg most megyünk ugye kifele, aztán megvolt a kocsitakarítás, utána megyek haza Újpestre, és utána este megyek volt kollégámmal, majd elnézünk a Stiflerbe, mert már régen beszéltünk, és iszunk pár sört, és ennyi volt akkor a mai nap. Aztán otthon alszok Újpesten, holnap meg jövök vissza Vácra, akkor meg lesz vágva a videó, és pihenek, esetleg főzök, vagy nem tudom. Még azon is gondolkodtam, lehetne valami gameplay, és akkor már térjünk át kicsit a kocka dumába, mert ráfügtem erre a Casino Royale nevezetű játékra, ugye szeretem az ilyen Battle Royale játékokat. A PUBG az úgy már nagyon nem fekszik nekem, az arra tavaltam ráfüggve, de azt úgy, hogy megvettem, tehát ugye 10.000 forint volt, azt hiszem még mindig annyiba kerül, megvettem, azt le se tudtam tenni, így egyfolytában. Most meg ez a Casino Royale van, ami ingyenes, azt hiszem tök kevés helyet is foglal, max. Ilyen 5 giga talán. Lehet, hogy hülyeséget mondok, de valami nagyon kevés. És mondjuk videókártyában jó kell neki, mert most a GTX 1060-ason van a 3 gigás verzió, és néha Weber 5-en, jó igaz, hogy max felpontáson van, de na, akkor is. Processzor az annyira nem, most ugye abból meg egy i7-es 4770-es van,
és 16 GB RAM, tehát eléggé szépen fut, meg szerintem szép a grafikája is. Meg a Fortnite-ot is próbálgattam, de az egy nagyon gyerek, meg nagyon lebutított dolognak tartom. A PUBG az meg az a túl korlátozott, tehát ott jobban kell azért taktikázni. Ez a Casino Royale, meg ilyen arcade is, meg ilyen szimulátor, hát hol van ez a szimulátortól. De nem annyira arcade, mint mondjuk a Fortnite-nak, ezt akartam kihozni az egészből. És szerintem lassan ennyi is lesz ennek a videónak. Hú, de megindultunk, lapa. Beindult a turbó. Egy perc múlva odaérünk, nem sokára fordulok le. Szóval... ezt vasárnap, szóval holnap fogom feltölteni. Hát ennyik voltak a mai híreink. És akkor jövünk kocsit mosni. Köszönöm a figyelmet. Cső. Ne bassza már.